Hölgyeim és uraim, akusztik világzene az M2 Petőfi TV-n. Színpadon a déli szláv népek és a Balkán ezerarcú zenei hagyományait újjáélesztő Babra zenekar!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy élmény ez. Kicsit olyan egyébként, mint amikor tényleg úgy kisgyerekként az ember nézi, hogy akkor hú, akusztik, milyen menő. És akkor most játszhatunk itt egy koncertet. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a pillanatot megbecsülni, és hát képességeinkhez képest hozni a formát. Délszláv népzenét játszunk, magyarországi délszláv népzenét. Erről majd pár szót talán még mondunk. Most azonban Alsó-Szentmárton kis falucskájából táncdallamokat fognak hallani. Köszönjük szépen! Következő dalunk egy szerb cigány nóta lesz, amit Sábán Bajramovićtól tanultunk meg, és ez az én kedvenc dalom. Köszönjük!
Köszönjük szépen. Hát a főhangszerénk a tamburák, és el kell mondjam, hogy mi beleszerettünk a tambura zenébe. Igen? Van, aki előbb, van, aki kicsit később, de mindannyiunk beleszeretett ebbe a zenébe, és ezért csináljuk. És tulajdonképpen az a célunk, hogy mások is szeressenek bele. Minél többen. Úgyhogy reméljük, hogy aki például ezt a koncertet megnézi, az egyel közelebb kerül ahhoz, hogy tambura zenét hallgasson, és hogy élvezni tudja. Na, a következő számunk egy csulája szám. Čula je sam, moj se dragi ženi, ej, čula je sam, moj se dragi ženi, u izoro moja. Ej, nek se ženi, milo je i meni, ej, nek se ženi,
Nagyon szépen köszönjük. Hát engedjék meg, hogy pár szót, ahogy Bence már beharangozta, mondjak a zenekarról. 2019-ben betöltöttük 5. életévünket. Nagyon sok minden történt 5 év alatt. Többek között nemrégiben megjelent az első lemezünk. És hát a kezdetekről annyit kell tudni, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ismerkedtünk meg, illetve ott verbóválódtunk zenekarrá. Ez a délszláv népzene, ez úgy jött, hogy jó magam egy kis faluból, egy Bács-Kiskun megyei kis faluból, Dusnokról származom, ahol délszláv népcsoport, egészen pontosan Rác népcsoport lakik, jó magam is, szüleim is, nagyszüleim is rácok, és nekem evidens volt, hogy ezzel a zenével kell foglalkozni, mert mint az anyatejjel együtt ezt megkaptam, és hála Istennek a remek zenésztársaim, barátaim is kedvet kaptak ehhez, illetve megszerették ezt a népzenét. De ugye a tambura zenén kívül, illetve a magyarországi délszláv nemzetiségek zenéjén kívül balkáni népzenével is foglalkozunk, következőben makedón táncdallamot fogunk eljátszani. Vidíš, liga vodrade, vila.
A népzene egy műfaj. A könnyű zene szintén az, és most könnyű zenei műből táplálkozva átalakítottunk egy számot, úgyhogy mi is igazán magunkénak tudjuk érezni. Molnár Ferenc Karamell egyik számát, a Jelenés című számot tettük a műhelyasztalra, és hát reméljük, hogy a végeredmény az sok embernek tetszeni fog. Nekünk már kezd tetszeni, úgyhogy még kicsit gyakorolgatjuk, és kiváló lesz. Most is az lesz. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás. Most is érzem, századszor élem át. Nem értem miért, nem értem, miért nem léptem át. Láttam a háborút, csillagok égtek el, és mindenre sötétség bukott. Eltiport imád, megtört, megölt ölel, és maradt. Thank you.
égi jelenést szétlőtt tereken. Mennyi zokogást, féltve ölelést, ott voltunk, te meg én. Szépen köszönjük! Most pedig a színpadra szólítanánk valakit, Bence Mátyásnak hívják. Dávid említette, hogy a Zeneakadémia Népzene Tanszakának falai között alakult a Babra, és hát ott rendkívül sok jó barátra tettünk szert, ha lehet így mondani. Sok jó barátság alakult, és hát kiváló zenészek. Na most Matyi annyiban egy olyan figura, aki egy olyan vendég, aki talán a délszláv népzene világából kevésbé ismert, mert ő inkább a magyar népzenét játsza, viszont úton van felénk. Úgyhogy most következik amerikai szerb gyűjtések alapján egy hegedűs összeállítás. Bence Matyi.
És akkor koncertünk utolsó száma következik. Egy szokás éneket fog Veronika elénekelni a Szent Iván éjről, és ez a dal nem máshonnan, mint a Dráva mentéről jött ide hozzánk Budapestre, az A38-ra. Yes,
Köszönjük szépen!